Vladimir Bilčik, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője szerint ki kell vizsgálni, hogy mi történt Banskán, és igazságot kell szolgáltatni. Belgrád és Pristina pedig ismét tárgyalóasztalhoz kell, hogy üljön. Az illetékesek azt is hangoztatták, hogy a szankciók nem a szerbiai polgárok ellen irányulnak, hanem az ország ellen. A határozat felszólítja a szerbiai illetékeseket, hogy maradéktalanul vegyenek részt a bűncselekmény feltárásában, valamint hogy Milan Radojičićot, aki az összetűzésért vállalta a felelősséget, szolgáltassák ki a koszovóiaknak. Nem örültem ennek a határozatnak kezdetben, mert érzékeny pillanatban érkezik. Szerbia választásokra készülődik, az elnök felszólítása a koszovói szerbek irányába a választásokkal kapcsolatban szintén fontos volt, ezt el kell ismerni. Mindenkinek el kell végeznie a feladatok rá első részét, hogy a megbékélés és a tárgyalások felé vegyük az irányt, és hogy ez az incidens ne váljon egy újabb konfliktus forrásává. Deli Andor, az EP képviselője szerint az Európai Parlament ismét részrehajló módon inkább a szerb oldalt és a belgrádi kormányzatot bírálta a tárgyalások megrekedése és a megnövekedett feszültség miatt. Az ilyen jellegű határozatok sajnos nem szolgálják a felek érdekeit, nem szolgálják a feszültségek csökkentését, a tárgyalások felgyorsítását, és végső soron nem szolgálják az európai vezetők, elsősorban az Európai Bizottság és a tagállamok igyekezetét sem, hogy a feleknek segítsenek a tárgyalások előmozdításában. Az Európai Parlament ismételten elsősorban Szerbiát marasztalta el a jelenlegi helyzet miatt, és azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan, és ebből kifolyólag a Fidesz delegációban a határozat ellen szavaztunk. Deli Andor szerint az ilyen álláspontok nem szolgálják az uniós intézmények tárgyilagosságába vetett bizalom erősítését.